Picskacok, fúj vagyok, már megint. Csak úgy jönnek a vidinyók. Egy nagyon jó dolg... Két nagyon jó dolgot hoztam... Legyen kettő. Két nagyon jó dolgot hoztam nektek, mint infónak. Storytime következik. Csak hogy rövid legyek. Lassan végzős vagyok már Debrecen szenyeltemen egy ilyen kulturális szakirányt végzek most egy cimborámmal, Dani akivel már találkozhatatok a Twitch csatornán egyszer. Tehát van, aki találkozva, vele, nem, de még a lényeg az, hogy fogtok vele megint. Azért mondom. Szóval, az így Debrecen ifjúsági háznál csináljuk a szakmai gyakorlatunkat, és hát gondolom észrevetétek, hogy van egy-két dolog, ami úgy változóban van a világban. Ugye ez a járvány eléggé beleszólt a kulturális életbe, nagyon sok szinterem, mindenbe is, minden másba is, de hogy a kulturális szférát is igen erősen érinti. De hát valamit, alternatívákat, új keresni kell, új megoldásokat keresni kell, hogy azért mégis az ember tudjon szórakozni, kikapcsolódni, kultúrálódni, meg ilyen egyéb. Úgyhogy keresjük mi is ezeket az alternatívákat, vagy kutatjuk, vagy próbálgatjuk, nyitottak vagyunk rá mindenre, és hál' Istennek a Debrecen ifjúsági ház nyitott egy ilyen dologra, mi szerint egy ilyen gamer kvízes, tehát mint már mondtam, kettőt, új info, fogunk rendezni. Az első december 5-én este 8 órától fog kezdődni a Twitch csatornámon a másik pedig december 12-én, ugyanilyen időpontban. De arról még mindjárt egy kicsit menjünk még tovább. Szóval, ez a Gamer Quizest, hogy is áll össze? Az ifjúsági háztól megkapjuk a Kahoot programnak a kezelő felületét, vagy használati jogát, ha szabad így mondani. Ez egy ilyen olyan program, keresztül le tudjuk bonyolítani ezt a Gamer Quizestet. Uh, helyezetteket tudunk ott nektek mutatni, a válaszok ott vannak, meg mit tudom én, a kérdések, idő, akármi, meg még ugye ilyen rangsort, vagy ilyen tabellát is lehet ezzel így felállítani, szóval egy egész kis komplex kis, akár nem tudom, valaki találkozott ilyennel, mostanában próbálgatnak ilyen ilyen programokat behozni, meg még így használgatni. Szóval ezen keresztül fogjuk lebonyítani mind a két alkalmat, és most jön a doppergés. Szponzor is lesz rá. Fua, 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 még szponzor is van, skacok. Egy jelképes -e kis ajándékkal, vagy nyereménnyel is szolgál nekünk a Debreceni PC Optimal számítógépes szaküzlet. Fua, mekkora már mi, kacok. Szóval, igen, meg a szponzorálva ez dolog is egy olyan Gamer headsetet, egy Gamer Egeret, egy Gamer gamepadot, vagy egérpad, vagy minek hívják. Ez meg egy Gamer game egy kanalas Game-et lehet nyerni, nem, azt nem. Tehát a három dolgot lehet, egy fülest, egy egeret is egy ilyen egér padot, szóval tényleg egy ilyen kis jelképes nyereménnyel ö, rukkolunk elő, ami mind a két alkalommal ugyanezek lesznek az ered, e, nyeremények. Tehát az első, fontos infók, amiket meg kell jegyezni. Ez le lesz amúgy írva a leírásra, minden lehetőség, minden bla, bla, bla. Lényeg az december 5, este 8 órakor gamer kvízest. Úgyhogy készülni a gémekből kacok, Mindenből is. Tehát game. Ami a játék bizébe beállt, az mindenbe is készülni. Oké? Okay. Akkor lesz ez. A második pedig december 12-én, ugyanúgy este 8 órától, az pedig warframe-es quiz lesz. Új! Új, értitek? Nagyon komoly lesz. Akkor még ilyen warframe-es lapot fogunk tartani. Úgyhogy ugyanezek a nyereményekkel megint. Közben láthattátok itt felugorva a képeket, nem? Valahova biztos beillesztettem vagy beraktam, nem tudom, ide az arcomba bele, nem tudom valahova. Hogy lássatok, hogy miről is van szó. Úgyhogy várunk titeket, szeretettes kakcok. Egy nagyon jó nap lesz ez szerintem, úgyhogy december 5, első időpont december 5, este 8 órakor twist csatornán. Aztán december 12, 8 óra twist csatorna megint. Ennyi. Csős